Hát elég cifra a helyzet a MÁV-nál, és most kivételesen inkább az irodaházra kell gondolni, arról, ami ott kialakult, beszélgetünk a vasutasok szakszervezetének elnökével Meleg Jánossal, mert ugye húsvét hetében nagy csütörtökön kapták azt az információt a MÁV voláncsoport budapesti központjában dolgozók, több mint 2000, nagyjából 2100 ember, hogy el kell hagyniuk ezt a székházat. Első körben most áprilisban kell a legszükségesebbeket összepakolni, ami nem kell a munkavégzéshez, és majd május 6 kell kiköltözni, és ugye a háttérben az van, hogy a Rijfejzen ingatlan alap, mint bérbeadó, és a MÁV, mint bérlő, az adott irodaházra kötött bérleti szerződés nem hosszabbítja meg, mert hogy a minisztérium, a Lázár János vezette minisztérium ezt nem akarja, annak ellenére, hogy a sajtóban keringenek olyan hírek, hogy jó ajánlatot adott most legfrissebben is a Rájfejzen. tehát mintha még ők menthetőnek éreznék ezt a helyzetet, ön meg azt mondja, hogy közben pakolnak a kollégái. Jó reggelt kívánok! Mik a legfrissebb hírek? Jó reggelt kívánok! Hát az a helyzet, hogy ez, amit elmondott, ez mindig igazság. Sajnos a folyamat az csütörtökön indult, egy levéllel, ami pénteken került kiadásra a munkavállalóknak, hogy kezdjenek el pakolni, mert költözni kell. Ugye ez a költözés, ez, ez valamikor 27-ben kellene, hogy megvalósuljon abba a székházba, aminek az alapjait most rakják le ott a közeljövőben. És hát valamilyen oknál fogva az, az a szerződés, ami a, a Raiffeisen Bankhoz tartozó, hiszen tőle bérli ezt, azt hiszem 15 éve már a MÁV, itt valamilyen vita keletkezhetett a további éléssel kapcsolatban, nyilván feltételezem én magam is azt, hogy mert nincsenek információnk, az a legnagyobb baj, hogy semmilyen döntés, testületi döntések, igazgató tanács, felügyelőbizottság előtt nem volt maga a kör, az, hogy most azonnal költözni kelljen, is milyen feltételekkel. Rengeteg kérdés bolyong bennem is, akár mint bizottsági tagban is, hogy vajon ennek a gazdaságosság, ennek a költözési folyamatnak, ez most ö, ö, helyén való lesz, olcsóbb lesz, drágább lesz. Ma azt tűnik számomra, hogy ez a költözési folyamat, ez sokkal drágába kerül, mint hogyha itt maradna, addig még az új költözés meg nem valósul. És most pakolnak az emberek, mert van egy határidő, és fegyelmezett a vezérigazgató, ha kap egy utasítást, neki nincs lehetőség arra, és kiadta ezt a levelet, hogy tessék mindenki pakolni. De nem tudják ők sem, hogy hova és milyen módon lesz a költözés. Igen, azt mondta a nyilvánosságban, hogy a vezérigazgató mindig korrektül tájékoztatta önöket is, abszolút, meg a munkavállalókat, és magyarának akkor ő neki ezek szerint információja a minisztériumtól, hogy a dolog hátterében mi a megfelelés, mi értelme van ennek a költözésnek? Ön, 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 ön nézze, én tegnap elmentem megnézni ezt az ingatlant, az első ingatlant, ahova, hát nem is tudom, hogy lehet három, három helyre költöztetni egy olyan cégcsoportot, amelyiknek az integrációs folyamata most indult el. Most lenne az, hogy a volánt beintegrálni a startba, most akarja a miniszter iránymutatásként az integrációt földgyorsítani, mert elégedetlen a folyamattal, közben pedig fizikálisan még távolabbra fogom helyezni egymástól ezt a tevékenységet. Egy kicsit ilyen kapkodós akármi történik ebben, azt érzékem. Tegnap ott voltam, és beszélgettem két-három munkással, aki ott kint volt, Eredetileg a, ők azt hallották, hogy a minisztérium költözik oda, de ma már ők is hallották azt, hogy a, ezt a vasutasoknak mm -hmm. újítjuk föl, mert dolgoznak rajta, gőzerővel festegetnek, és már költözni kell. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási felháborodás abból a szempontból, hogy sem időben, semmit nincsen bizonytalan minden. Ahogy említette, x száz ember kerülne csak át, ez az ingatlan 350-400 ember ö, ö, további működésé elegendő. Próbáljunk meg két fontos kérdése választani, az egyik a miért, hogy milyen hat a hátterében, a másik pedig, hogy konkrétan a munkavégzése és a, az integrációra milyen hatással lehet ez a, ez a gyors költözés. A miért? Ugye a sajtóban többen pedzegetik, hogy ez beleillik abba a sorba, amelyben Lázár János felveszi a kesztyűt bizonyos osztrák cégcsoportokkal szemben, Lásd akár vasúti vonalon a Gyesev, a Spar, és most az osztrák Rifezen csoporttal nem szeretne a tárca a jövőben ezek szerint egy állami céggel együttműködni. Ezt a logikai ívat ön tudja követni, és, és akár helyén valónak tartja, hogy ez állhat a dolog hátterében. Sajnos vagy jó, nem tudom, én a miniszter úr fejében nem látok, mint ahogy nagyon sokan nem látunk. Egyszerűsíteni a helyzetét. Egyszerűsíteni valóban az, hogy mi motiválja ebben, hogy azonnal költözzön a cég, és kerül, amibe kerül, és teljesen mindegy, hogy milyen fejetlenség történik, ebbe beleélik akkor, akár ez is beleillik. Annyit meg tud erősíteni, hogy az asztalon van egy olyan ajánlat, amely szerint jó, kedvező bérleti díjat is ajánlott a Rájfejzen csoport, a minisztériumnak? Nézzé, nekünk az is a dolgunk, hogy megpróbálunk hiteles információt adni. Egyrészt a munkavállalóknak is nagy kötelessége az űrzavarba. Én azt gondolom, hogy az, a, utána járunk információknak, és az én információm is az, hogy ö, olcsóbb ajánlata van, mint a jelenlegi béleti díj De akkor ebben mi a ráció, hogy ennek ellenére nem fogadják? Erre remélem, hogy hamarosan a miniszter úrral való találkozás során kapunk. Ez mikor lesz? Ö, tegnap elment a szakszertek teljes egységében ö, egy levél, amiben kezdeményeztük, hogy megpróbáljuk meggyőzni arról a miniszter urat, hogy, ö, hogy addig próbálja meg biztonságba tudni a munkavállalókat, hogy azt a folyamatot, amit ráruházott a cégcsoport, az integráció és a szervezeti átalakítás, ezt biztosan, el tudják végezni kellő határidőre. Ez a költözés, ezt nagyban fogja hátráltatni uh -huh. ezt a tevékenységet. Ö, konkrétan a munkavégzésben milyen veszélyek vannak, ami fennakadáshoz vezethet? Hát nézze, itt, 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 bizonyos folyamatok, amikkel tényleg nem volt idő senkinek átgondolni, ezek egymásra épülő feladatok. Ha érkezik egy számla, és az be kell fogadni valamilyen tevékenység alatt, beruházási tevékenységnél, akkor az a szerződéseket elő kell. Ha most ez be van dobozolva, mi valamennyien költöztünk, tudjuk, hogy a költözés milyen feszültség. Egy ilyen cégnél, azt se lehet tudni, hogy például a bútorok, tudja, hogy egy hangár kellene ahhoz, hogy az összes bútort, ami a mávé, az hol fogják tárolni? És erre egy kérdék. nincsen válasz. Hát azt is majd valóban bérletbe Tehát oda kell tenni. Mind, Ez mind, még mind. egy, így ahogy tetszik mondani, még egy pluszköltség. Én azt gondolom, hogy teljesen káosz szuralkodik ebben a helyzetben És most. ugye egy olyan nem mellesleg mell lévő emberi szempontot nem is említettünk, hogy azért itt most 2000 munkavállaló pontosan nem tudja, hogy két hét múlva, vagy két hónap múlva hova megy be dolgozni, hogy szervezze az életét. Teljesen bizonytalan, hiszen azt se tudják, hogy ki az, aki homofizban van, és még, még egy, annak az ezer embernek, aki a második körben sem fér be, hogy irodaházba fog menni dolgozni, annak meg teljesen bizonytalan, hogy hol fog tevékenykedni, mert azt mondják, hogy home office. Én most csak azt, azt szeretném, hogy halkan megkérdezni, hogy most akkor a miniszterelnök úr mondja, hogy home office nincs, vagy, vagy akkor kivétel a vasút, hogy akkor most itt, itt, lehet elküldeni az embereket, ezer embert több mint ezer embert home office-ba otthon dolgozni. Látják, hogy biztos lesz valami lesz. erős és sarkos válasz ezekre a kérdésekre, azért ismerjük, hogy ő nem szokott kertelni. Ha szokott nem kell kert, adni, úgyhogy beszámolunk arról. Nem kertel, de én abban bízok, hogy eddig elfogadta a szakszerzetteknek a javaslatát. Én bízom abban, hogy ha másra nem, de a szakszerzettekre fog hallgatni. <laughs> beszámolunk róla, hogy mi lesz a beszélgetés eredménye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.